Kellemes napot kívánok mindenkinek! Hát nem sokára kezdődik a játék a 06-91-33-44-55, méghozzá a fekete-fehér igen nem játékkal, ahol is 10.000 forintot lehet majd nyernie mindenkinek, aki ugye egy percig kibírja a beszélgetést és nem mondja ki a négy darab tiltott szót, ezen felül valóban beszélget majd a műsorvezetővel, vagyis velem. Tehát várok vissza mindenkit, nem is olyan sokára kezdődik a játék, úgyhogy készüljenek, addig talán egy kicsit gyakorolhatnak, és így könnyebben fogunk majd menni a játék. Új Renault Grand Modus. Nagyszerű. Főleg belül. 2.790.000 forinttól. Győri édes. 61% gabonával. Az új Sony Ericsson K660i mobil készülékeddel gyorsan és könnyedén böngészhetsz és szórakozhatsz mobil széles sávval az interneten. Az új Sony Ericsson K660i most 15.990 forint. Pannon, közel hozzád. Egy átlagember percenként 10-szer pislog. Én csak 2-szer, ha dolgozom. Nem csoda, hogy szúr és ég a szemem. Még szerencse, hogy a felfrissülés akkor jön, amikor csak akarom. Frissítő cseppek a szemnek. Minden napra. Gentil. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát. Mi a tökéletesség titka? Secret. Az időtálló stílus. LG Secret KF750 új előfizetéssel már 19.950 forint kezdő részlettel elvihető. T-Mobile. Borzongatóan friss, természetes ásványvíz. A gyümölcsök zamatos ízével. Maga a tökéletes harmónia. Frissítő és gyümölcsös. Apenta. Egy cseppnyi jégkorszak. Nyerd meg az Apentával a Nikon fényképezőgépek egyikét, vagy a heti egy utat a Vistától Norvégiába. A frissességet egész nap az új Dove Go Fresh dezodorral, frissítő grapefruit és citromfőillatban. Frissíts! Keresse a Dove dezodorokat Wilkinson Extreme 3 Beauty női borotvával. Anya mondta, hogy akkor maradok ilyen egészséges, ha naponta háromszor eszem friss zöldséget és gyümölcsöt. Most, hogy a Tesco is gondol az egészségünkre, ennivalóan jó áron vásárolunk. Egy kilós value sárgarépa 119 forint. Van, amire mindig számíthatunk. Válassza a négyféle állampapír közül az önnek legmegfelelőbbet. Kamatozó kincstárjegy. Egyszerű és biztonságos. Elszíneződött lábkörmök. Most már nem kell takargatnod őket, mert megérkezett az új Scholl 3-1-ben körömmegújító szett. Csak reszel, ápold és fényesítsd. Klinikailag bizonyítottan világosabb, szebb és egészségesebb körmök már az első használat után. Próbáltad már? Zavarja a száraz, repedezett sarka? Itt az új Scholl sarokbőrrepedéskrém. Hatékonyan ápolja a sarokbőrt már egy hét alatt. Új Scholl sarokbőrrepedéskrém.
Valéria, olvastam, hogy kitalálta a csókáló fokhagymát, meg szeplőtelenítő krémet is, de most itt egy fokhagymás busaolaj van a kezemben. Hogy jut eszébe egy nőnek, hogy busával foglalkozzon? A szív- és érrendszeri betegségekben halaknak nagy jelentősége van, és a lazac olaja gyógyíthatóak, vagy megelőzhetőek ezek a betegségek, és akkor merült fel, hogy hát Magyarországon ne lazac olaja, hanem busaolaja foglalkozunk, mert a busa az van Magyarországon, lazac meg nincs. Végül a kísérleteim alapján kiderült még az is, hogy a busaolaj zsírsav összetétele és egyáltalán természetes állapotú összetétele sokkal minőségibb, értékesebb, mint a lazac olaj. Valéria, ön két találmányára is nyert most az Európai Uniós pályázaton pénzt. Mi volt ez a kettő? Mit díjaz az Unió? Az egyik az a korábban már tapasztalati úton kidolgozott biológiai tartósítás, aminek az elméleti kutatása hiányzott. A másik pedig ennek az enzim megőrző tartósítási eljárásnak az elve alapján szerettem volna kidolgozni egy élelmiszerkoncentrátumot, amely gyakorlatilag egészségmegőrzést szolgálna azzal, hogy a termékben olyan zöldség, gyümölcs, mag, olaj, anyagokat használok fel, amelyek nem kivonatok, hanem természetes állapotban natura megőrzött táplálékenzimeket tartalmaz. A műsor az Új Magyarország Fejlesztési Terv közreműködésével készült. A jelen legjobb nehézsúlyú boxolója Vlagyimir Klitschko újra a ringben. Az ukrán acélkalapács immár két nagy szervezet világbajnoka. Most mindkét övét kockára teszi az amerikai Tony Thompson ellen. Az acélkalapács újra lecsap. Klitschko Thompson ma 22:55-től itt az RTL Klubon. 137 sziget, 1,2 millió lakos a csendes óceán közepén. Ez Hawaii, a megtestesült földi paradicsom. Itt nem csak élni és nyaralni, de dolgozni is nagyszerű. Pláne, ha ezt a világ legjobb szállodáinak egyikében teheti. A vendégeink nem azért jönnek ide, hogy botrányba keveredjenek. Belelökött a medencébe. Megölít. 15 éves. Új sorozat. Tiszta Hawaii. Vasárnap délután. Mindig ez történik, ha áthagyom a krumplisütést. Hogy még egy esélyt Bob bácsikának. Fel akarom venni ide Bobot. Babysitternek? Komornyéknak. Fogadok, hogy egy héten belül ki vagyunk. Robot ember vagyok. Mintha a Dracula kastélyból jött volna. A szolgáknak nem láthatatlannak kell lenni. Brooke Shields, Tom Green, komolytalan komornyék. Vasárnap 20 órakor. A vacsora tálalva. Tömé már el! Kellemes napot kívánok mindenkinek! Most már tényleg kezdődik a játék, a 06-91-33-44-55 velem tarthatnak, velem töltetik a következő körülbelül egy órát. Első körben fekete-fehér igen nem játékot játszunk, aminek is ugye a szabály az, hogy négy szó kimondása tilos egy perces beszélgetés folyamán, viszont annak a beszélgetésnek valóban beszélgetésnek kell lennie, a játékos ne legyen passzív. Ez alatt mit értek például a szereted a töltött káposztát, és szeretem. Tehát, hogy ugye felteszek egy kérdést, és akkor ne ilyen egy szavas válaszokat mondjanak, hanem mondjuk akár meg is lehet indokolni ugye a kérdésemre adott válasz okát. 10 000 forint egy perc után viszont mindenkinek jár, aki jól játszik. Van egy telefonszámunk, ezt a telefonszámot lehet hívni, és lehet SMS-t is írni. Ez a telefonszám a 06-91-33-44-55, akár mobiltelefon is alkalmas lehet, akár vezetékes telefon is alkalmas lehet. Hát kinek melyik tetszik jobban, vagy ki melyikben bízik jobban, egyébként mindenki egyforma eséllyel indul. Kivétel azt az egyet, aki a leges-leges legjobban rá tud érezni egy-egy játékkörön belül, ugye arra a megfelelő pillanatra.
amikor a piros gomb működésbe lép. Szia, Lalika! Minden rendben. Él és virulás. Fekete férjegen nem játékot játszunk. Lalika mindjárt leteszi majd a voksát, természetesen a játékosok mellett, hogy verjék meg jól Mikit, mert Lalika természetesen szimpatikusan és jogosan egyébként mindig a játékosoknak szurkol. Egyébként én is mindig a játékosoknak szurkolok, és élmény mindig jó játékossal játszani, aki valóban komolyan veszi azon szabályokat, amelyeket az imént elmondtam. Tehát a játékos feladata az, hogy beszélgessen velem, akár vissza is lehet kérdezni, ugye bele lehet zavarni engem is a mondókámba. Például a múltkor egy disznóléssel kapcsolatban én beleugrottam a fekete vágás szóba secperc alatt. Egy jó hír, hogyha a játékosok kimondatják velem valamelyik tiltott szót, akkor kapásból 2 darab pontot írunk jóvá, és már is akkor vezetnek. Játékos S. Miklós. Nagykorú, azt oda kellett volna még hozzáírni. 06 91 33 44 55, és természetesen üdvözöljük azokat, akik élőben egyenesben nézik azt, hogy hogy dolgozunk. Én integetek nekik. Hát Ákos nagyon szimpatikusan most Smici kollégát ki is nevette, aki egyébként a 2 vagy az 1-es kamerán dolgozik, hogy hirtelen fel kellett pattannia. De itt van velünk Ákos, a gyönyörű Nikol, szia! Itt van velünk Kobrati felügyelő, és természetesen üdvözlünk minden kollégát és kolléginát, és jó munkát kívánunk mindenkinek. De hát a játékos, aki be akar kerülni a játékba, rá kell, hogy érezzen a megfelelő pillanatra. Ugye találkoznia kell a hívás elindításnak a piros gomb működésbe lépésével, és hopp, már is itt a játékos, és már is beszélgetünk a játék. Onnantól veszi kezdetét, hogy csörgött a piros gomb, és egészen addig tart, amíg azt nem mondanám, hogy gratulálok, ön nyert méghozzá 10 000 forintot. Jó, tehát nagyon egyszerű, telefonszámot tudjuk, 06 91 33 44 55, a szabályokat elmondtam, azt is tudjuk, és egy perc után pedig jár a 10 000 forint, most már ezt is tudjuk, ezt is elmondtam már. Jaj, halló? Halló? Jaj, kivel játszom? Márta. Márta, tegeződhetünk? Tegeződhetünk. Márta hány éves? 47. Akkor én inkább maradnék a magázódásnál, jó? Jó. Rendben, Márta, honnan telefonál? Kecskemétről. Kecskemét. Paprikát szereti? Az erőset. Márta, ennyit kell ezen gondolkodni? Gondolkozunk. Jól van. És szereti a töltött paprikát? Hát megfőzve. Nyersen evett már töltött paprikát? Hát mindent meg szoktuk főzni. Hát azért kérdezem, hogy szereti a töltött paprikát? Szeretem. Jó van, Márta, én úgy gondolom, egy kicsit passzív, ön mit gondol erről? Nehezen beszélek. Biztos, hogy ez áll a háttérben? Kicsit meg vagyok illetődve. És izgul is? Márta, felajánlok egy üzletet. Itt van még? Igen. Adok 5000 forintot, jó? Jó. Mert passzív volt, valljuk be őszintén. Hát, közösen. Oké, 5000 forint Mártának. Viszont most nem írunk sehova se pontot, mert nincs fél pont. Vegyük úgy, hogy nulláról kezdjük. Na, ennél egy kicsit jobban kellene játszani. Az arany szívemre hallgatva engedtem meg most ezt a játékot, de innen nincs tovább. Innen nincs tovább, jó? Elindítom a stoppert, egy percig beszélgetünk, nem ám úgy, hogy gondolkodunk 10 másodpercet, meg 20-at, mert úgy az nem beszélgetés. Tehát ebből az iménti beszélgetésből a nettó idő, ez kb. 25 másodperc lehetett, de még lehet, hogy sokat mondtam. Ákos, neked erről mi a véleményed? Köszönöm, Ákos. Inkább Smicit kellett volna megkérdeznem. 06 91 33 44 55, tehát Mártánál egy kicsit jobban, jó? Vegyük ezt egy ilyen bemelegítő körnek, ennél azért egy kicsit mindenféleképpen jobban kellene játszani. 06 91 33 44 55, tehát most új lappal indultunk, tiszta lappal indultunk, egy kicsit jobban játszunk, mint Márta, jó? Egy kicsit azért aktívabban, és egyébként higgyék el, hogy a saját dolgukat könnyítik meg azáltal, hogy a szép kerek egész mondatokba válaszolnak, mert így jobban telik az idő, csak egy kicsi koncentráció szükségeltetik ehhez a játékhoz. És hát egy kis mondóka, hát ugye tehát úgy hívjuk, hogy neked jó a mondókád. Hát, hogy halló? Halló? Kivel játszom? Katával. Kata, tegeződhetünk? Persze. Jó, ma szerinted a Márta passzív volt? Passzív volt, nagyon. És te tudsz ennél egy kicsit jobban? Persze, tudok. Jól van. Azt tudod, hány percét mondtál eddig? Kb. Fél. Azt hiszem. Kettőt? Kettő. Én annyira emlékszem. Te? Én félre. Félre? Van fél persze? Van. Jól van. Te honnan telefonálsz? Budapestről. És mit csinálsz a hétvégén?
Bulizom. Mit bulizol? Lemegyek a Balaton Soundra, és ott fogok bulizni. Tényleg? Szereted az elektronikus zenéket? Szeretem. Kedvenceid? Pukaséd, David Guetta. Ismered őket? David Guetta? David Guetta. Ő az a World is Mine. Jól emlékszem? Jól emlékszel. Vagy az Depeche Mode? Az David Guetta. Jól emlékszel nagyon. Becsapsz engem? Én. Te. Becsaplak. Gratulálok, nyertél 10 000-et! Köszönöm. Ne tedd le a készüléket, kolléganőink felírják az adatokat, azt hiszem Zsófi felírja az adatokat is. 1-0, húha, ebbe kezdünk.